Na sziasztok, csomag, és elérkezett az újabb Building to Glory rész. Itt is van a csapatunk, nem is akarom húzni az időt, elkezdjük a második részbe az első mérkőzésünket. Ugye az első részben csak egy mérkőzést játszottunk, de azt simán hoztuk, de cserébe ott több volt a squad building. Itt most több lesz a mérkőzés, vagyis hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Egyetlen változás, hogy Carvajal bekerült a kezdőbe, mert neki itt megvan a 10-es összhangja. Szóval mehetünk is az első mérkőzésre, nézzük meg, hogy mit tudunk kihozni ebből a mérkőzésből. Meg is van első ellenfelünk a második mérkőzésen, és neki már egy full Premier League csapata van, valamint még egy ember ott van. Theo Breaker. De amúgy Romero, Funes Mori, Northwhite, Fahinkel, Lanzini, Diouf, Martial, sokan vannak nála. Sok jó játékos, ugye mind arany. Ez egy kemény mérkőzés lesz. De hát remélhetőleg azért el fogunk ebben birkózni. Ó, Martialt majdnem sikerül bebőrözni, de Taylor. És egy gyönyörű játék, és Sergio Romero-nak kell bemutatni az első védést a mérkőzésen. Angel. Nem jött be most a szöglet variáció, de majd meglátjátok, hogy be fog ez jönni. Viszont a beadástra rosszul jött ki Romero, és Benga érkezik utána. Kaptunk valamit. Ja, szerintem az, hogy a földre fejeltjük le a labdát, mert ilyen menők vagyunk, így igaz. És Benga megszerzi az első gólt a mérkőzésem. Mi folyik ott? Pattog a labda, és nem tud megszerezni Martial, pedig meg tud indulni Carvajal rossz becsúszása után. Martial. Elnéztük nem is kicsit. Martial végigviszi, és sajnos belőle 22. percben. Martial jóval gyorsabb volt, mint a védőm, és ugye taktikásabb is. De hát ennek ellenére ez ki lehetett volna védekezni, csak elrontottam a védekezést sajnos. Nem adhatja vissza. Nem értük el. Diouf, Diouf. A Rüffiének kellett kijönni, és gyönyörűen védett. Hiába a 4-eshez hang összvisz. Rüffiének nagyon kellett most ez a védés. De Lomo! És Romero-nak kell nagyot védenie. Ha Romero nem mutatja be ezt a védést, akkor ott viszont már 2-0. Höllernek adjuk be, Höller meg tudja csúsztatni. Mi lesz Mori? Molina? Rizit elküldte ott van, De Lomót talán. És a kipattanó hozzánk pattan, de mégsem, mert Diouf lövi el, Diouf lövi rá, ezt is, de Rüffi ezt is védi. És Kai érintésével ért véget az első félidő. Nagyjából kiegyenlített mérkőzés volt, annak ellenére, hogy ugye ellenfelének jobb csapata van, de ennek ellenére mi meg nem fogjuk feladni ezt a mérkőzést. És megyünk tovább, mert jöhet belőle a kontra Diouf. Diouf. Rosszul védekeztünk megint, és Diouf-ot nem tudjuk ellökni. Diouf nagyon gyors, jön Rüffié. Diouf előtte mellette is, de a kapu mellett is szerencsére. A szögleteinkkel saját magunkra vagyunk veszélyesek, ez a baj. És ez is egy eladott labda. Rize. Rize. És Lanzini átveszi, de Rüffié hatalmasat véd. 4-es összhanggal is. Lanzini nem tudja befejezni ezt az akciót szerencsére. Ez viszont nagyon nagy lehetőség, de Martial mellé fejeli. Barbosa. Carvajalnak adja, Carvajal átveszi, Carvajal befelé tör, Carvajal. Carvajal bal lábbal teker, de Romero a helyzet magaslatán volt, és lehúzta a labdát. Öller. Öller viszont nem tudja megfogni, és be tud fordulni, de Jajajé. Feljebb tudjuk a támadásainkat, vagy jó-e nekünk itt az X, de miután hazai pályán vagyunk, azért úgy gondolom, hogy meg kell próbálni a támadást lehetőségét. Jába. Lehet, hogy aztán rákényszerítenek minket, mert Diouf sajnos belőtte ezt az ittszert. 73. perc. 2-1 oda. Nem örülök neki, nem örülök neki. Diouf az. Valljuk be. Sokkal jobb, mint a védelmem. De az de a bíró lefújja a mérkőzést. 2-1-re kikaptunk sajnos. Nem mondom, hogy jogtalan, mert ellenfő nagyon jól játszott, de jobb csapata volt, azért ezt tényleg hozzá kell tenni. Szóval az rugott gól az megérdemelt volt teljesen. Talán még az egy pont is benne volt a mérkőzésben. De nem védekeztünk előképpen megfelelően. Fejleszteni kell a védelmünket. Valamint kaptunk 400 coint. Aminek ugye nem is tudjuk, már tudjuk, hogy mi lesz az eshetősége.
egy jó kis kickoff féle reserves dolgot csinálunk. Minimum 2 rare playernek kell benne lennie, minimum összhang 50 és 11 játékos. De így viszont megvan az összhang is, és megvan minden, 2 rare, minden megvan. El is fogadjuk ezt a fantasztikus Reserves nevezetű dolgot, Premium Bronze Player Pack. Így van, itt egy Premium Silver Player Pack és egy Premium Gold Player Pack. Ezt a hármat fogjuk megcsinálni igazából az elkövetkezendő részekben. Megnézzük, hogy mit kapunk. Premium Bronze. Visznyakovszki. Ismerős a neve a kollégának. Kaptunk egy Bayern Münchenes Özturkot, kaptunk német, angol játékosunk is van. Hát szerintem akkor ezt minden küldjük a klubba. Hát ha még nekünk ezekre szükségünk lesz. Például már van is egy ötletem. Még csinálom most még egy squad buildinget. Nem kickoff. Egy Silver Players Packért. Mert annyi bronz játékosunk van, hogy szerintem ezeket el lehet adni. És meg is van ezzel a csapatunk, ezt gyorsan megcsináltuk szerintem. Kiürítjünk egy adag bronz játékost, akikre már nem lesz szükségünk, és ebben 2 Silver Players Packet nyitottunk meg. És ez lesz a következő, hogy ezt a kickoff dolgot megcsináljuk igazából itt. 2 rare-nek kell lennie, 68-as besorolás, 60-as összhang, szerintem még ez is összejöhet. De ezt talán a második meccs után, ha nyerünk, akkor megcsinálom. Ha nem, akkor a következő részben marad. Megnézzük, hogy itt kit kapunk. Egy Agardot, valamint egy Riot. Ezeket el is dobjuk a klubba. Meg is van a videóban egy második ellenfelünk, akinek hoppá, ott van már Alex Hunter. Ez egy kicsi spoiler, nem akarom lelőni a poént, de nekem is lelőtték. Ami azt jelenti, hogy ha befejezed Journey-t, megkapod Alex Hunter-t az Ultimate Team-ben. Manchester City-vel volt és támadó középpályásnak, valamint Lingardot láttam még ott. Alex Hunter-rel voltam elfoglalva, ja meg van kölcsön mandandája, azt is láttam. Estadio Present G. Lopez pálya. Building to Glory csapattal készen áll a győzelemre. Csak ellenfél nem nyomja át. Lingard tekeri rá, Rüffy-nek kellett nyújtózkodnia egyet. Ez egy nehéz mérkőzés lesz, legalábbis úgy számolok. Mandzukic felé jött a beadás, de szerencsére nem találta meg őt. Át tudjuk verekedni ott magunkat a szélen. Szóval nem jön senki ott középen, pedig most kéne beindulni, ott van Höller, Mandandába lövi. És egy kapáslövés, ezt is Mandanda fogja meg. Linkwater. Rossz a hátra passz. Nagyon rossz, mert ez még a milyen kis lett így. Höllernek kéne bedobnia, de nincs kinek egyelőre. Át tudja venni a Delon... Ne! És a kipattanó! A kipattanó a szélsőnk, nem tudom a nevét, bocsánat. Ő lövi be, és akkor egy tipikus gól öröm, bocsánat, de nagyon kell már. Érett a Depp 26. percben. Egy kipattanó labdát, közelről pofozott a hálóba a Sociedados szélső Mugruza, és itt meg tudjuk szerezni most, Visszajátszuk egyből, nem ért el a védő, Aguilar. A hosszú a beadás, nem Mandanda, Angel, és ez Mandanda kezébe hal el. Lingard, Hunter, Hunter lövés viszont most épp ott fölé ment, ez már veszélyesebb volt, mint az előző. De látszik, hogy ellenfelünk nagyon vele akar gólt szerezni. Viszont ez majdnem veszélyes volt, de szerencsére lefújták az első félidőt. 1-0-ra megyünk a szünetre, ugyanannyi lövés, ellenfelünknél sokkal többet van a labda, de nálunk van a több pontosabb lövés, és ugye nálunk van a vezetés. Így próbáljuk meg folytatni a második félidőt. De Olmo, bocsánat. Most rossz előérzetem van. Ohaha! Rüffy-nek kellett nagyon-nagyot védenie, és ezt meg is tette szerencsére. Linkwater egyből adja be. Pepe!
Persze rosszan érzetem van, mert szöglet gólt kapunk. Aj. Szépen jött be a szöglet, nem vitás. De lehet, hogy jöhetett volna a kapus. Amikor ilyen kis összhanggal nem várom el, hogy jöjjön, hát ezt most mit csináljak vele. 1-1 a 60. percben. Viszont Höller beindítja ott az embert, aki belelövi Mandanda lábába. Aj, nem. Ez zicser volt, ezt lehet, hogy be kell volna fejezni valahogyan. Valaki lesérült, de miért pont most kell lefújni akkor? Ellenfelünktől lesérült valaki. És mi is kihasználjuk a cseréket. Ayu bejön. Picit erősítünk, picit erősíteni kell. Ellenfelünknél megtörtént a csere, és vissza kell adniuk a labdát. Ez megtörtént, ez is. Riffé jön, nem állhatunk meg. Csak ne rúgja el. Aguilárt le kell volna, hogy fussuk, mert sokkal fittebbek vagyunk nála. De mindegy, letelt a 90 perc. Döntetlen lett, 1-1 lett a végeredmény, man of the match Pepe lett. Meg is értem, mert nagyon jól játszott. Sokat kellett védekezni ellenünk. Viszont így kevés lövésünk volt ellenfelének, több volt a végére a labdabirtoklások is. De nem volt érdemtelen ez a döntetlen. Rosszul kezdjük a 10. osztályt, bevallom őszintén, nem ilyenre számítottam, hogy 1-1-1. Főleg az első meccs után. Lényegtelen. Vége van a két mérkőzésnek. Döntetlen lett, ezért megpróbálunk még valamit. De közben valaki megvette a játékosunkat. Ó, nagyon jó, akkor nem lesz squad building challenge, hanem kinyitjuk az utolsó pakkot. Utolsó két pakkot, mert megvan minden így. Egy lone player pack reward, amivel nem más lesz, mint egy... Sigler? Olyan? Ide dobnak nekem egy Siglert, hogy kenjem a hajamra? Ez a stadionunk van most is, szóval ezt el kell adnunk. Viszont van egy olyan összhangstílusunk, ami nagyon jól fog jönni, egy Hunter. Ami... Szerintem mindenki tudja, hogy mi történt a összhangstílusokkal, és kaptunk egy premium gold packet. 12 item. Rare. NDIA. Valamint kaptunk még egy finishert. Még egy olyan stadiont kaptunk, ami... Ami már megvolt, de most akkor ez lesz újra az aktív stadionunk. Genk mez lesz a hazai mezünk. Sőt, most még egy picit alakítunk a csapaton, csak aztán köszönök el. Viszont a menedzser teszkekkel készen vagyunk legalább. Csapatunk szerkezete nem sokba változott, mindössze egy sérültünk van, és bekerült NDIA a kezdőbe. Ide kéne nekem egy BBVA-s védő, de hát az kinyitni az még nagyon sok idő lesz. De már ennyi volt ez a Building to Glory második része, szóval egy vereség, egy döntetlen és egy sikeres squad building challenge. A következőben valószínűleg már be akarom fejezni a Silvert is, meg a másikat is, hogy meglegyen az a Gold Player Pack is, mert szükségünk van játékosokra. De mára tényleg ennyi volt, hogyha tetszett nektek ez a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha nem dobjatok egy diszlájkot, írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett ez a videó, írjátok le, hogy miből legyen több, matchből, vagy squad building challengeből, vagy írjátok le, hogy mindkettőből, és akkor hosszabb részek lesznek, de szerintem ez lesz az ideális hosszúsága egy résznek, és akkor én Csanád voltam, sziasztok!